Húsvét vasárnapján a Ferencvárosi Művelődési Központban lépett fel az ukrajnai nemzeti bandúra együttes. Ukrajnával a szívben címmel Európában tartanak jótékonysági koncertsorozatot, hogy az ebből befolyó összeget az ukrajnai háború károsultjainak megsegítésére fordítsák. Az ukrajnai nemzeti bandúra zenekar egyébként Ukrajna legrégebbi évszázados múltra visszatekintő zenekara. Nagy megtiszteltetésem, hogy most bemutathatom önöknek egyik legrégiebb, leghíresebb együttest, nemzeti bandúra együttest Ukrajnából, akinek a története több mint 100 éves. Én szeretnék megköszönni Baroni Krisztina, Ferencváros polgármester asszonyt, és mindenkit, aki hozzájárult annak, hogy ezt a koncertet itt most tudjunk megtartani. És én szeretnék mindenkit megköszönni, és különösen itt a magyar népet megköszönni azért a támogatásért, amelyik mi Ukrajnában, mi ukránok kapunk. Azt szeretnék, hogy ön tudjanak, hogy mi ezt sohasem fogunk elfelejteni. Ez nagyon mélyen fog maradni a szívünkben, a lelkünkben. A koncert programjában elhangoztak híres ukrán népdalok, hazafias szabadságharcot idéző művek, valamint modern szerzemények is. A teltházas eseményre hazánkban élő ukránok is ellátogattak a magyar érdeklődők mellett. Nincs más választásunk, mint megpróbálni segíteni. Itt és most erre lehetőségünk adódik, ezért mindenkit arra biztatunk, hogy adományozzon az áldozatok megsegítésére. Ha létezik nemes cél, akkor ez biztosan az. A konkrét célon, tehát a háború áldozatainak anyagi megsegítésén túl azonban nagyon fontos, szimbolikus jelentése is van ennek az eseménynek. Remélem, hogy a híre a lehető legtöbb ukránhoz eljut, és kifejezetten szeretném megkérni ukrán vendégeinket, hogy adják át honfitársaiknak az üzenetünket. Kérem, mondják el az otthoniaknak, hogy itt Magyarországon is nagyon sokan vagyunk, akik pontosan tudjuk, hogy Ukrajnában ma ki a gyilkos és ki az áldozat. A jótékonysági koncert a Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület, Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége, a Ferencvárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat, Ferencváros Önkormányzata, a Ferencvárosi Művelődési Központ és intézményei, a Merkur Budapest Castle Hill Hotel és az Ukrán Udvar étterem közreműködésével jött létre. Az, aki szeretné további felajánlásokkal segíteni az ukrajnai háború károsultjait, az Ferencváros adományszámláján megteheti. Az ide érkező pénzösszege teljes egészében a háború áldozatainak, kiemelten a kárpátaljaknak és a kerületekben elhelyezett menekülteknek jutatja el az önkormányzat.